Az első részben a Kozák szoborra ledöntéséig jutottunk, igen. Dr. Kósa Rizával. Akkor arra kérem, hogy akkor innen folytassuk. Mi történt, amikor ugye hallották a lövéseket, ágyúdörgéseket? Ja, hát akkor nem hallottunk ágyúdörgéseket, az 44-ben volt. Hát, hanem itt az történt, hogy érdekes volt, hogy akkor körülvettek minket a rendőrök, gépisztolya, nem mondom, itt vége van mindenki ránk. És nem lőttek ránk, nem történt semmi. De este, amikor a tömeg ment a laktanyába, Nyíregyházán, hogy fegyvereket kérjenek oda, meg ott kézigránátokat dobáltak a tömegbe a katonák, és akkor sokan megsebesültek, bár nem halt meg akkor. Tehát ez a magyar katonák? Ez már fordalom volt, ugye? A magyar katonák, igen. Érdekes, sokszor csak minden attól függött a szerencsétől is, hogy vagy a rendőrök, vagy a politikai, mit tudom én, az ávósok, ugye, a tömegbe lőnek, vagy nem lőnek a tömegbe. Nekünk szerencsék volt, mi ránk nem lőttek akkor. Úgyhogy... Hogyan jutunk el, ha esetleg még erről szeretne valami részleteket elárulni, akkor szívesen hallgatom, de hogyan jutunk el ugye a Fertőtóhoz, a meneküléshez? Ja, mennyi idő telik el, és mi történik közben? 50. Igen, hát ez 56. október vége fele volt, és én a Nyíregyházáról hazamentem Szamosszegre anyámhoz. Aztán egyszer valamelyik unokatestvérem jön, és mondja, hogy hú, azt mondja, egész éjjel, mert oda közel volt az orosz határ közel volt, és ők ott laktak itt anyának a főút mellett, hogy egész éjjel hallja, hogy jönnek az orosz tankok, ezer számra. Na, akkor láttam életemben először, hogy helikoptert, orosz helikopterek, jöttek, mentek. Na, mondom, itt már, ha bár úgy hallottam, hogy Pesten is az orosz tankok levetik a forradalmat, de mondom, ha ennyi orosz tank jön, akkor itt már nincs remény semmire. És akkor elhatároztam, hogy elhagyom Magyarországot. Akkor még sztrájk volt, a vonatok is csak akkor mentek, ha valamelyik mozdonyvezetőnek kedve volt elindítani a vonatot. Nagy ezzel feljutottam Budapestre, de húgom akkor Pesten volt, megmondom neki, hogy menjünk csak nyugatra. De ő már elment otthonról, és mondja a házasszony, ahol lakott, hogy a nyugatiba ment, vonattal megy Szamosszegre haza. Hát én elmentem a nyugatiba, mentem vonat, hogy megkeresem magamat. Meg is láttam, éppen kezdett a vonat kifele húzni, de mi le tudtunk ugrani. Mondom, nem megyünk mi keletre, ugye Szamosszegre, hanem megyünk nyugatra. Úgy is volt, másnap reggel vonattal megint mentünk nyugat felé. De ennek az volt az előzménye, hogy este, mivel még statárium volt, nem volt szabad kimenni az utcára, akkor lelőjük az embert. Ott voltam egy olyan tolókocsin a nyugatiba, és mellém jön egy fiatal ember, hogy lefekhet ide mellém. Hát persze, lefekhet nyugodtan. És ő mondta, hogy ha hozzámegyek másnap, akkor engem átvezet a határon, mert ő Sopronba lakott. Úgy így volt nekem bátorságom elindulni a Sopron felé, hogy majd ő engem átvisz a határon. De nem mentem Sopronba, mert a vonaton ült mellettem egy fiatal lány, és azt mondja, Sopronban már leszednek mindenkit a vonatról, ne menjek oda. De azt mondja, ahol ő leszáll, az, hogy csak egy megálló állomás volt, akkor neki a nagybátyja átvezet minket a határon. Úgyis ott leszálltunk, az hát a nagybátyja nem vezetett át, hanem csak úgy a határ közelében, és azt mondja, ha látják azokat a fényeket arra, hát az már Ausztria, hogy menjünk abba az irányba. Úgyhogy akkor elindultunk, persze mentünk, de hát ott a feltétlenül, ott ilyen kanál és akkor mocsarok, mindenen keresztül mentünk, eddig vízbe néha, és mikor átmentünk, gyalogoltunk vagy 20-22 kilométert, ott már hallottunk hangokat, erre jöjjenek, ott adtak száradnadrágot, cipőt, és akkor
elvittek egy ilyen menekültáborba, Ausztriába. És én ott, nekem szerencsém volt, mert én két héten belül kaptam munkát. Kerestek valakit, aki tud németül, meg magyarul. Én jól tudtam németül, minden feltek az egyházok világtanács, ugye Weltkirchenrat, az adott nekem munkát. Az volt a dolgom, hogy menjek a különböző menekültáborokba, és regisztráljam a magyarokat, ott lévő magyarokat a távol kivándorlásra, Kanadába, Egyesült Államokba, meg Ausztráliába. Ugye azért kellett németül, mert a papírokat németül kellett kitölteni, magyarul meg kellett tudni, tudjuk velük beszélni. Itt először jött szóba Ausztrália. Ugye visszaköttök az édesapjára és a bátyjára, hiszen igen. Ők ekkor már Ausztráliában voltak, ugye? 50-ben Ausztráliában voltak, igen. Közben 50 és 56 között tudtak egyáltalán beszélni telefonon, vagy tudtak ne, egymással? Ne. Semmilyen nem. Dehogy. Kaptunk néha levelet, de még a leveleket is álnév alatt. Ugye, mert hát én is, mint nyugatos, megbélyegeztek annak idején, ha meg a kapcsolatot tartani apám, az még rosszabb lett volna. Tehát valamilyen hír, levelezésen keresztül. Tudtak egymásról azért. Igen, tudtunk egymásról, hogy ne. Akkor nem is lehetett kérdés, hogy ugye irány Ausztrália. Ne, hát lehúzárva határ. Ugye, amikor katon voltam, én a műszaki hadosztálynál szolgáltam, és a mi alakulatunk aknázta alá az egész, hogyha egész jugoszláv határt fel, egész meg az osztrák határt is. Arra céloztam, hogy ugye, itt azt mondja, jó dolga volt, ugye nyelvtudásának köszönhetően, amit ugye Debrecenbe szerzett meg a Líceumban, gondolom. Nem, mert én Németországban egy évig ott voltam, amikor 14 éves voltam, az még fontosabb volt. Akkor hamartam az ember nyelveket 14-15 éves korában, az fontosabb volt, ja. Ez 56 novemberre, jól gondolom, ugye? Igen. De ön csak 57-be ment. Nem. Ja, 57 áprilisban, igen. 57. Az az egy év, ami, vagyis az a fél év, ami ott eltelik, az ezzel telt el a munkája. Igen, igen. Konkrétan mi volt a munkája? Tessék? Konkrétan mi volt? Egész konkrétan a munkája? Hát adtak nekem egy autót, egy sofőrt, meg egy gépronőt, és az adatokat azok gépelték le a kivándorlással kapcsolatos adatokat, amit ugye megszereztem a menekültektől. Mondták ki, hova akar menni, és persze a személyes adatait rögzíteni kellett. Jól értem, és jól tudom, korábbi beszélgetéseinkből, hogy felekezetileg voltak elosztva a menekültek? Igen, hát a követségek nem győzték feldolgozni azt a rengeteg, hát mennyi, majdnem több mint 100 000 magyar menekült volt, akik oda mentek Ausztráliába, azt hiszem két héten belül. A követségük nem bírtak a munkával, így szélosztották a katolikusokat, az NCWC, úgymond azok dolgozták fel, a LDWF, a World Lutheran Federation azt csinálta, a evangélikusokat, én meg a reformátusokat interjúoltam, és azoknak az adatait dolgoztam fel, azokat írtam. Ja. Tehát lehet azt mondani, hogy önnek köszönhetően sokan gyorsan el tudtak menni oda, ahol szerettek volna, illetve segített. Hogy nem ennyire. Sokan két-három napon belül már mentek Amerikába. Hogyne? Nagyon. Amerika volt a Egyesült Államok volt a fő célpont? Hát kinek mi volt a fő célpontja, és akkor Európába akartak menni, valamelyik európai országba, Svédországba, Norvégia, mit tudom én, van, aki Amerikában, Kanadában, Ausztráliában, Amerikában nagyon sokan akartak. Azért érdekes volt, hogy az amerikaiak megmondták, hogy ezt meg kell tudni, hogy ki volt kommunista, mert aki kommunista volt, azokat nem engedték be Amerikába. Azokat a magyarokat kell. Aztán egyszer csak felszáll egy gépre Ausztrália felé, de az nem úgy van, mint most, mert ugye most jött Melbourneből Dohán keresztül Bécsbe, ugye 22 órát repült, akkor talán majdnem annyi napig tartott az út, ha jól tudom.
az egy ilyen nemzetközi segélyszervezet volt, aki hiszen bérletén repült, nem rendes légijárat, hanem bérleteken repült, voltunk rajta, nem tudom, 70-80 menekült, csak menekültek. Az neki több mint 7 napig tartott az út. Azt hiszem, hogy Linzbe szálltunk fel, akkor leszálltunk Athénből Kairóba kellettünk leszállni, de félúton visszafordultunk, mert sok zsidó volt a repülőn, és azokat leszedik az arra, akkor visszafordultunk, és mentünk más irányba. Ugye leszálltunk először Barainba, utána nem tudom, új Kalkuttába, ott is voltunk egy-két napig, akkor új, nem Kalkuttába, akkor új Delhibe, akkor Szingapurba, és végül aztán Pápornyugdíj, ott is leszálltunk, aztán mentünk Darwinba, és úgy Melbourne-be. Darwinból Melbourne-be már nem 8 óráig tartott a repülő megállás nélkül. Négy motoros repülő volt. Ja. Igen, ugye 60 éve él. 60 éve él Ausztráliában, tehát ja. Hamarosan hazautazik, ön már úgy mondja. Az első emléke Ausztráliához micsoda? Amikor megérkezett ugye Darwinba, az új hazájába. Az volt az első emlékem, hogy feltűnt nekem, hogy a pincéreknek minden cipő volt a lábán. Mert odáig ott mindent mezitlábot, hogy Indiában, mint a módon, mind mezitlábot, hogy a pincére. Igen, és az első találkozás édesapjával és bátyjával az Ausztráliában. Igen, ők ott voltak. Ott voltak a repülőtéren, váltok bátyám, meg szóval apám. Tudták előre már, hogy körülbelül mikor jön. Igen, tudták, igen. Ott már váltok, és elvittek hozzájuk. Másnap reggel már mentem bátyámmal, Benallával mentünk dolgozni. Tehát mást is megszervezték. Meg volt minden szervezve. Dolgozni kellett. Igen, beültetett a teherautóba, az ilyen hajcsá. Hát mondom, én életemben nem hajtottam. De autót, még autót se nem baj, ő csak aztán hajtsa. Hát úgy tanított, menjek Benal, aztán 120 mérföldre volt már öntől. Említette, igen, bocsánat, említette, hogy a német nyelvtudásának köszönhetően ugye végül is már az lágerben is jó dolga volt, de angolul viszont egy szót se tudott. Viszont nagyon jól tudott latinul, ugye? Igen, igen. Hogyan tanult meg angolul? Egy pár szót tudtam, de nem tudtam beszélni, meg amit tudtam is nem értettem, csak ha olvastam, akkor nagyjából megértettem, de a kiejtés az feltehetős. Amikor beiratkoztam az egyetemre, Melbourne egyetemre, egy hangot nem értettem, ahogy mit mondott annál. Egy hangot se, semmi se. Azt nem tudtam, milyen tájról beszél. De ez a favágás és az egyetemi beírás között mennyi idő telik el? Körülbelül 2,5 év. Két és fél év. Hát amíg fát váltunk, addig ott nem beszéltem angolul, mert csak bátyámmal beszéltem, meg még volt néha egy-két magyar is, aki dolgozott velünk, ott csak magyarul beszéltünk. De az egyetemben ott már nem volt, mert ott angolul kellett beszélni. Hát az volt a szerencsém, hogy az ausztrál egyetemi oktatás, meg vizsgáztatás másképpen van, mint Európában, például szóbeli vizsgák, nincsenek csak nyelvszakokon, hanem csak írás. Minden évvégén volt egy 3 órás írásbeli vizsga. Most nekem volt időm az év, mikor is kezdődött januárban a tanév, januártól november végéig volt időm tanulni. Úgyhogy még megengedték azt is, hogy egy szótát használjak. Úgyhogy az év végén átmentem. És milyen szakra jelentkezett? Hát én akkor, ez is csinálom, főleg történelmet, meg németet, német szakot vettem, két fő tárgyam volt. Akkor lehet, hogy németet jobban tudott, mint a tanár, nem? Nem. Na de hiába, gondoltam, na milyen jó lesz, hogy németül tanulok. Csak a probléma volt, hogy németül meg mindig fordítani kell az angolra. Angolra, meg német, ez hiába tudok német, jó angolul, nem tudok. Igen, mégiscsak nehéz volt. Igen. Aztán, de végül is nem ebbe a
ezen a szakterületen kötött ki, hanem egy teljesen más szakterületen, és visszatért az eredeti, ugye, ózdi könyvtáros szakhoz. Igen. Az volt a helyzet, amikor én onozdigri csináltam, az azt jelenti, hogy több anyagot kellett felvenni, ugye abból a tájból, több óra volt több anyag, és legalább egy bizonyos szintet el kellett érni. Mert ha valaki nem ért el, akkor kiesett. Úgyhogy, és a onozdigri az 4 év volt, és a 4. év elején jött a Nemzeti Könyvtárnak az igazgató helyettese, jött az egyetemre, próbált diákokat rábeszélni, hogy menjenek dolgozni a Nemzeti Könyvtárba. Akkor én is azt mondtam, hogy jó van, garantáltok nekem 3 év munkát, fizetik elég jó fizetéssel, hát akkor én is elmentem, hogy felmentem a Nemzeti Könyvtárba. És ott... Igen, de előtte, várj, hogy is csináltam, Gergely diploma. Úgy van. És a Nemzeti Könyvtár elküldött engem a University of New South Wales-be, hogy csináljam meg a Graduate Diploma of Librarianship, tehát a diplomakúzus könyvtártudományból. A Nemzeti Könyvtár adta nekem a teljes fizetést, a könyvtársi fizetést, fizették a tandíjat, minden, csak alá kellett írnom, hogy 3 évig utána köteles vagyok a Nemzeti Könyvtárba dolgozni, nem hagyom el a Nemzeti Könyvtárat. Tehát így kerültem a Nemzeti Könyvtárba. 1960, hányat írunk? Hát 65-ben fejeztem be, igen, 68, igen. 68-at írunk. Ja. Most ugye végül is 11 évvel vagyunk, ha jól tudom, a Neumann féle első számítógép után, az 57, igen. Ha jól emlékszem. És most itt rákötök arra, amit tudom, hogy tiltakozni fog a szerencsége miatt, amit most fogok mondani, de akkor is elmondom előre. Ne haragudjon, de ezt elmondom. Szóval, ugye Neumann János, ugye egy pécsi származású magyar zseni, föltalálja a számítógépet. És most nem ő találta fel, de sokat fejlesztett rajta. Jó, mondjuk rá, igen, közel van ahhoz, a mai világhoz végül is. Ugye a mai világban meg ugye az egész digitális világot talán a legjobban a Bill Gates neve fémjelzi. És én tudom, hogy ez nem tetszik önnek, amit most mondok, de azt mondom, hogy a Neumann és a Bill Gates között dr. Kósa Géza tanár úr egy fontos láncszem, illetve egy nagyon fontos láncszem, mert olyas valamit forradalmasított, illetve talált ki, aminek köszönhető például az e-mail is. Jó. Nem túlzott, vagy túlzott? Szerintem nem igen, túlzott. Igen, és meg nem, és nem én, hát ott... Hadd mondjam el, hogy 1968-ban, akkor én már a Nemzeti Könyvtárban a katalogizálási osztálynak voltam a vezetője, és ott volt 30 lány, aki semmi más nem csinált, csak a központi katalógusban sorolta a kártyákat. Hát mondom, ez őrület. Hát nem lehetne valahogy valamit automatizálni? Így jutott eszembe, hogy megpróbálom megnézni, hogy hogyan lehetne a dolgot automatizálni. Néztem, Angliában akkor még nem tanították egy egyetemen sem a könyvtárnak az automatizálását. Szóval néztem tovább, rájöttem, hogy Amerikában volt akkor 2 vagy 3 egyetem, ott itt csak 2 vagy 3, ahol ezt tanították. Így akkor elmentem az Illinois Egyetemre 68-ba, és ott kaptam én part-time munkát is a kutatóintézetben, és ott elkezd, amit csak lehetett, minden kurzus megcsináltam a könyvtárnak az automatizálása kapcsolatban. Aztán később megcsináltam, hogy a master degree-t is, utána végig még a doktorátusomat is abból csináltam, úgyhogy... Ha jól emlékszem, akkor ezekben az években ugye a számítógépet, illetően a lyukkártyarendszer
Volt a, igen. A csúcs technológia, ugye? Igen. Tehát ebben ő talált ki valami olyan rendszert, amit végül is ő forradalmasított az egész világon. Lehet ezt mondani? Nem én, hanem én dolgoztam a könyvtár tudományi kutatóintézetbe, dolgoztam fél munkaidőben, tanultam fél munkaidőben, és mi akkor persze a komputerrel dolgoztunk, csináltunk, meg mondom, nekünk volt egy program, ami ugyanaz a funkciót csinálta, mint az e-mail, meg sok minden, vagy word processing. Még erre nem volt szó, hogy word processing, de már csináltuk különböző programokon keresztül, hogyne. Na hát nem csak én, hanem ott a kutatók között, még sokan voltunk, akik dolgoztunk különböző problémákon, persze. Igen, és ennek köszönhetően ugye bejárta a világot. Hát igen, már... 68, ja. Ugye Illinois, de... Utána Indiánai Egyetem, több évet maradt még Amerikában, és ja, ugye azt mondta, hogyha drága édesanyja nem betegszik meg, akkor nem is megy vissza. Nem mentem vissza. Na, mert akkor, akinek... Hát 72-ről beszélünk, 72-ben doktoráltam, akinek abban az időben doktorátus volt, ilyen computer application, vagy ilyesmiből, azokat úgy kapkodták, mint a cukrot, mert nem volt, akkor kevesen. Ez különben, igen. Akkor forradalom volt, ugye, de igen, ez mai napig is érvényes, hiszen mi már 40 évvel vagyunk, lassan 50 évvel, ezután, az időszak után, ma még mindig ugye a digitalizálás korszakában, aki profi, aki fenomén, az válogatott. Most is igen. Az állások közül. De akkor még különösen így volt, hogy 68-ban, így van. Akkor még újdonság volt, úgyhogy... Hol merre járt, hol merre tanított, amire szívesen visszanézik? Onnan a tasmániai egyetemnek a jogelődje, a tasmániai főiskolám, ott voltam tanszékvezető, ott Hobart, kaptam, ugye? Hobart, ott kaptam kinél is. Tehát Amerikában Hobart. Ott vissza, hogy 3 évig, igen, aztán utána a Melbourne-be a Bellwoodi Főiskolának lettem a könyvtárigazgatója, az később egyesült, megalapították a Deakin Egyetemet, és a Deakin Egyetemnek lettem a társfőigazgatója, úgyhogy onnan mentünk nyugdíjba 992-be. Igen,